Néhány évvel ezelőtt egy fiatal szörfös, Nick McLean feltette magának a kérdést, mi az életem célja? Vajon úgy járok-e, hogy betöltsem azt? A választ a világ másik felén találta meg. Nick McLean-nek hívnak, és Észak-Karolinában, Kitty Hawkban lakom. Úgy vélem, Isten mindenkit nagyon különlegesnek és egyedinek teremtett, és örömmel tölt el, amikor előmozdíthatom ezeknek a különbözőségeknek a megnyilvánulását. Igyekszem mindezt a sokszínűséget filmes eszközökkel is megjeleníteni. Meggyőződésem, hogy a filmeknek hatást kell gyakorolniuk az emberekre, és úgy tapasztalom, hogy ez fontos eszköz is, amelyen keresztül bátorítást és egyfajta törődést élhetnek át, feltéve, ha sikerül megragadnom a figyelmüket. Mindig is élveztem ezt a műfajt. Gyermekkorom óta volt kamerám, és azon igyekeztem, hogy egy kicsit másként lássam a dolgokat. Ezt a filmet két amerikai srácról forgatjuk, akik nagyon szeretik az óceánt. De az óceán iránti rajongásuknál is fontosabb, hogy mennyire szeretik Istent. Nagyon klassz volt a vízeljárásról forgatni, a film címe ugyanis Járni a vizen. Olyan ez, mint maga a filmkészítés folyamata. Nagy hitbeli lépést jelentett, hogy belevágtam. Mint rendező, úgy érzem, Isten akarata, hogy én is irányítható legyek, és meghalljam a hangját. Istenem, mire fogod használni ezt a filmet? Kérdeztem tőle, miközben igyekeztem igazgatni az embereket, hogy a helyükön legyenek, hogy elkészüljünk a szükséges jelenetekkel. Igazából ez volt a legszórakoztatóbb része a munkánknak. Emellett sok időt töltöttem el az Úr keresésével, azért imádkoztam, hogy mutassa meg, mi legyen az üzenet. A rendezésnek és más emberek irányításának fontos része az, hogy mi magunk is vezethetőké váljunk azáltal, hogy alárendeljük a terveinket Isten akaratának. Voltak dolgok, amelyek azután váltak sikeressé, amint az Úr kezébe helyeztem azokat. Legelőször akkor éreztem meg az Úr szeretetét, akkor kaptak értelmet a dolgok, amikor 14 évesen befogadtam őt a szívembe. Pedig addig is sok jó dolog történt velem az életben. Nagyszerű családból származom, jó eredményeket értem el a sportban, népszerű srác voltam az iskolában, és nagyon élveztem az életem, de furcsa módon a szívemben mégis hiányzott valami. A Young Life nevű szervezeten keresztül tértem meg, így ismertem meg az Urat. A Young Life vezetője csak annyit mondott: srácok, figyeljetek, Isten egy teljes életet készített nektek. Ezután elmagyarázta a János 10:10-et. Jézus odament a tanítványokhoz és a körülöttük állókhoz, és ezt mondta: azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Amikor ezt gyermekként meghallottam, úgy éreztem, ezt én is akarom, teljes életet akarok élni. Nagyon izgatott lettem attól a tudattól, hogy megismerhetem Istent. Nem arról volt szó, hogy fel kellett adnom az életemet ahhoz, hogy Krisztust kövessem, hanem inkább örömet és izgalmat éreztem, amely a mai napig is tart, mert megismerhettem a világegyetem teremtőjét és az én alkotómat. Időt tölthetek vele, és egy nagyon izgalmas életem lehet. Számomra fantasztikus kaland, hogy miközben hívő ember vagyok, filmeket forgathatok. Ez azonban egy döntéssel kezdődött. Az első lépés az, hogy igent mondunk az Úrnak, és egyszerűen hiszünk benne. Az az első, hogy kapcsolatba lépünk vele, és személyes módon megismerjük. A filmiparban is ismerettségeken keresztül nyírnak meg az ajtók. A siker a kapcsolataidon keresztül jön. Ha nem ismered meg azt a személyt, aki teremtett és értelmet adott az életednek, akkor semmi értelme az egésznek, és magadra maradsz. Azt javaslom mindenkinek, hogy ismerje meg azt a személyt, aki teremtette, aki vágyakat adott a szívébe, és aki majd lehetőséget ad arra is, hogy ezek megvalósuljanak az életében. Isten legyen az első, és utána jöhet az a cél, amelyet eltervezett az életünkre.